Volodymyr Zelenszkij Ukrajna elnöke a Kijev melletti Bucsába látogatott pénteken Robert Golob szlovén, Andrej Plenković horvát és Eduard Heger szlovák miniszterelnökkel, valamint Maja Sandu moldovai államfővel. A külföldi vezetők részt vettek a város orosz megszállás alóli felszabadítása alkalmából rendezett megemlékezésen, ahol lerótták tiszteletüket az orosz agresszió helyi áldozatai előtt. A küldöttség ellátogatott a Szent András apostolról elnevezett templomba, ahol a Bucsában meggyilkolt helyi lakosok egyik tömegsírjára bukkantak. A magasrangú külföldi vezetők ukrajnai látogatását előre nem jelentették be. A szlovén miniszterelnök részben ukrán nyelven mondott beszédében ígéretet tett arra, hogy országa továbbra is támogatja Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban, valamint segítséget nyújt a háborús bűnök kivizsgálásában. A delegációt Oleksij Reznikov ukrán védelmi miniszter fogadta, aki kifejtette, hogy Ukrajnának további nehéz fegyverekre és a tartalékosok felkészítésére van szüksége az orosz erők elleni ellentámadáshoz. A miniszter tájékoztatta az európai partnereket az ország északi, keleti és déli frontvonalainak aktuális helyzetéről. Kiemelte, hogy különös figyelmet fordítanak az ukrán védelmi erők Európai Uniós támogatására, valamint az ukrán katonák külföldi szakmai képzésére. Hozzátette, hogy az ukrán védelmi minisztériumban és az ukrán fegyveres erőknél nagy figyelmet fordítanak a fegyverszállítmányokkal való elszámolásra, ezért bevezették a NATO-ban is használatos logisztikai programot. Ez lehetővé teszi a partnerországokból Ukrajnába érkező fegyverszállítások lekövetését, az anyagi és technikai segítségnyújtás mozgásának ellenőrzését.